Üdvözöljük hallgatóinkat! Én Nádas Ádám vagyok, és sajnos nem Kálmán László vagyok. Hölgyeim és uraim, Kálmán László meghalt. Ez az utolsó szószátjár műsor, amelyben hát őre emlékezünk. Társamnak felkértem és idehívtam Kenesei Istvánt, a doktorát, professzort, aki Kálmán Lászlónak hát egész pályáján, hát, hogy mondjam, kollégája volt, és szintén sokat tud róla, végignézte az ő, az ő munkásságát, főnöke is volt, kollégája is volt. Üdvözöllek, szervusz István! Szervusz Adam. én is szomorúan vagyok jelen ez alkalommal, legszívesebben nem lennék itt, ahol Kálmán Laci ülne. Hát igen. És én elmondom, kedves hallgatók, hogy a magam részéről nem folytatom a szószátjár műsorát. Ez a Kálmán Lászlónak a brandje volt, a, a, a találmánya, hogy így mondjam, a márkanév az ő tulajdona volt ő nélküle, én ezt nem csinálom. De az is igaz, hogy évekig csináltuk, és hát most legyen más, jöjjön más, majd a Klub Rádió eldönti, hogy óhajt e valami hasonló a nyelvvel kapcsolatos műsort rendszeresíteni, de hát azt majd mások és más címen, és talán más hangulatban, vagy más márkajelzéssel fogják csinálni. Ma azért ülünk itt, Kenese Istvánnal, hogy Kálmán Lászlóról beszélgessünk, mert hát igencsak érdekes és színes ember volt, és, és, bőven ad alkalmat arra, hogy beszéljünk. Te, István, mióta ismerted Kálmán Lászlót? Az első alkalom, amikor én találkoztam vele, és hát ez az, az előtti életéről én később tudtam meg dolgokat, az valamikor az, a 70-es évek végén, 80-as évek elején a Stakiban a Számítástechnikai és Automatizálási Kutatóintézetnek a Viktor Ügó utcai épületében volt, Ahová bejáratosak voltunk, mert ott volt az egyetlen nagy számítógép, és ott késő este meg éjjel lehetett bizonyos uh, munkálatokat elvégezni a kívülről jövő tudósoknak, a nappal az a belsőknek volt fenntartva. És amikor egy, egy ilyen munkánál leültem, akkor láttam két torzomborz fiatalembert, ez volt Kornai, András és Kálmán László, és Kálmán László Újjai, mint a villám, jártak a billentyűzeteken, ez neki egy külön történet lesz még erre utalva, és akkor találkoztam vele először. Bocsás, meg mi csináltatok ott valójában? Mert a hallgatók számára ez nem nyilvánvaló. Min először is Kornai az matematikusnak tanult, és csak később csatlakozott a nyelvészekhez. Kálmánnak minden irányú érdeklődése volt, erre is visszatérnék még később. Mi pedig mindenfajta ilyen adatokat fuktattunk le akkor, én már nem is emlékszem, hogy én mit kerestem ott, pontosabban azt sem, pontosan azt sem tudom, hogy ők mind dolgoztak, de így itt láttam először Kálmán Lacit, és aztán természetesen a nyelvtudományi intézetbe, ahova bejáratos volt, mint ezt többször elmesélte, annak ellenére, hogy őt a, az Elte általános nyelvészeti tanszékén tiltották ettől a tevékenységből, hogy a szomszédvárba, és ez valóban vár volt, mert a várban volt a nyelvtudományi intézet, föllátogasson. Valóban tiltották, vagy hát inkább csak metakommunikálták, hogy az nem szimpatikus. Na jó, azt is mondd el azért, hogy mi volt ez, tehát hogy kétféle nyelvészeti tanszék létezett, mintha mondjuk katolikus és református hittan lenne hmm. ilyesféle dolog? Nem, 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 ez az ellenreformációnak a győzelme után volt az eltén, csak katolikus, tanszék volt az eltén. Vagyis Igen. arról van szó röviden, hogy a 60-as években elindult egy modern nyelvészeti képzés az eltén, először az eltén. Majd amikor ennek a vezetőjét, Telegdi Zsigmondot nyugdíjazták, és az ő társai, partnerei ebben, Kífer Ferenc külföldön tanított egy jó darabig, majd szépen nem tudott meggyökeresedni, bár végig tanítgatott ott a tanszéken. Átvette egy másik társaság ennek a tanszéknek a vezetését, Zsilka János lett a tanszékvezető. Zsilka János egy zseniális ember volt, csak az volt a problémája, hogy ő, mint annyi mindenki Magyarországon tudós, főleg társadalomtudós, a saját elméletét próbálta kitalálni és ezzel nem tudott kommunikálni a világgal. Tehát a... Igen, az még önmagában nem baj, hogyha valakinek van egy saját elmélete, csak értse meg, hogy mások is léteznek, és Kálmán László tehát ide járt, ebbe a, ebbe a hát hogy mondjam, tanodába járt, tehát a Zsilka János által fémjelzett nyelvészeti tanszékre járt, de végül nem azt szívtam, jól értem, nem, nem az lett, amivé szerették volna, hogy legyen. Erről te tudsz többet talán, hiszen Ugye az előéletéről azt kell tudni, hogy Kálmán egy renitens diák volt. Igen. Ezt te is megírtad, Igen. hogy egyik általános iskolából a másikba küldték, Igen, majd Igen. amikor elsős gimnazista lett, akkor a Vörösmarty gimnáziumban kezdett el járni, és spanyol, azért, hogy spanyolul tanuljon, mert a testvérével együtt a szegény és sajnálatos módon egy héttel Laci után elhunyt Kálmán C. György, akit mi kalogánynak hívtunk. Ő és ő is, nagyon szerettük igen. őt is. Pár évvel volt csak idősebb lacinál, és valahogy na mindegy. Ők hát, együtt nem. beleszerettek egy spanyol, egy dél-amerikai dalba, Aha. és ennek volt, a, ez volt az oka annak, hogy a Laci spanyolos akart lenni. Csak hogy a gimnáziumban is összetűzött a tanárokkal, igen. és már keresték, hogy hova mehessen, a, megtalálták Patakipált akkor még fiatal, de azután nagyon híressé vált francia tanárt, akit megkértek, hogy fogadja az osztályába. Az az osztály akkor már második osztály lett volna, ez volt Pataki Pali első gimnáziumi osztálya, aminek osztályfőnöke volt. Á. Ő letesztelte, vagy fejtapogatta Kálmán Lacit egy folyosói beszélgetésben, és úgy döntött, hogy befogadja az osztályába. Jó lehet, Laci, addig nem franciát, hanem spanyolt. Tanul. Ezt akarom mondani. Á. Ő spanyolos volt, de hip úgy megtanult franciául, hogy a negyedik év végére az a, azóta, a, a belépése óta elindított francia a középiskolai tanulmányi versenynek első helyezettje lett. Zárójelben megjegyzem, hogy az osztály második két tanulója lett a második és a harmadik helyezett. Szóval ilyen francia tanár volt Pataki ah, Pali. Igen, igen, az egy versenyistáló volt. E, de meg... de, de hat folytassam a nyelvészeti, tehát Tessünk. ő francia versenyt nyert, tehát francia szakra iratkozott be, de már érdekelte a nyelvészet, ahogy ő ezt elmondta, az ezért, mert ő a magyar nyelvtanórán mindig vitatkozott a tanárokkal, hogy ez nem így van, ezt így is lehetne, és úgy is lehetne. Ez is oka volt az, eltáv, az akaratlan vagy nem szándékos eltávozásának a különböző iskolából. De az egyetemen, a francia tanszéken nem talált igazán nyelvészt, Igen. és úgy tudom, hogy az angol tanszékhez. Bejárogatott egy-egy órára, de, de nem, tehát nem vette föl az angol szakot, angolul tudott, aztán élete során egyre jobban megtanult angol, de valójában azért ő nem volt anglista. Ő praktikusan használta az angolt, mint sok orvos, vagy mérnök, vagy jogász, hát tudott angolul. De tőletek hallhatott modern nyelvészetről. Ez igaz. És nem ti irányítottátok az általános nyelvészeti tanszék? De nem? igen, ez igaz. Pontosabban hát a bátyja, Kálmán Kálmán György, aki angol szakos volt, azt én tanítottam, ő végül irodalmár lett, de nagyon belekóstolt a nyelvészetbe, és akkor még, hát az ő csikéje, még a gimnazista volt, tehát kiítörődött vele egy ilyen kis lurkó volt, és aztán egyszer csak megjelent már teljes fegyverzetben, kiderült, hogy spanyolul is tud, franciául is tud, angolul is tud, de valahogy németül is tudott, nem tudom ő az, amit az angol nyelvben hagyományosan úgy neveznek, hogy he was a good linguist. Ami ma furcsa, mert a linguist szó ma arra használják, hogy valaki a nyelvtudománynak a művelője. De a régi, az eredeti használat az volt, hogy jó a nyelvekben. Vagyis, hogy sokféle nyelvet tud, nem is tudom, nyelvtehetsége van. Igen. Igen. Kivéve egyébként a még ma is élő lawyer linguistet, Okay. Az, ugye az, az EU-ban ők a szakfordítók. Igen, 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 igen igazad van. A, a, a... jogászi szakfordítók. Igen, a törvény. És nem is tudod meggyőzni őket, hogy a lingvist az nem ezt jelenteni. Igen, már Igen, ők igen, igen biztos erre. ez már a középkor óta így van, hogy a törvénynyelvész, ugye, aki fordít igen. a bíróságon. Kérlek szépen, tehát ott tartottunk, hogy Kálmán, és ahhoz ez jót tesz az elmének, Kettős nevelésben részesült, mint nyelvész, mert a zsilka János professzor tagadhatatlan színvonalas, csak rettenetesen egyoldalú vagy bigot. Mondjuk az, hogy dobozba zárt. Dobozba zárt elméleteit, hát kitanulta, majd szedte a táskáját, és átment az ellenkező, hát mondjuk, tellemiségű központban a nyelvtudományi intézetbe. Ez emlékeztet engem arra, hogy a kommunizmus alatt, ahogy fölnőttünk, hogy a nagymama megmondta, hogy mit kell gondolni a kommunistákról, majd azt mondta, hogy leveri a fejemet, hogyha ebből egy szót is az iskolába elmerek mondani. Őszintén szóval nem tudom, hogy ő miből szakdolgozott, de az tény, hogy amikor már végzett, akkor, akkor mindenki tudta róla, hogy milyen tehetséges ember, és most hadd olvasak föl valamit. Eh, olyan 15-16 évvel ezelőttről létezett korábban egy nyelvész forum nevű eh, vita eh, fórum, ahol nyitottak egyszer egy rovatot ilyen vicces nekrológok. Sajnos ja a a nekrológ ja sajnos Istenet már nem annyira. De, de ezen a, ebben a rovatban Bakró nagy Marian, aki fiatal nyelvész volt akkor az intézetben, És de, már, is él, tartsam, de már én. ismert nyelvész volt, tehát már volt szava az intézetben, ezt a történetet mesélte el akkor már, mint menő felnőtt uralista finnugrista nyelvészként. Idézem. Történt, hogy a Szent Háromság utca tudományos titkári szobájába egy nem intézeti napon a maga utánozhatatlanul szerény, csöndes, mindig megalkubásra kész és ellentmondást tűrő, kevéssé magabiztos és bocsánatkérő modorában Belibbent Szabolcsi Annus. Hát ennek az ellenkezője ennek igaz. Ennek az ellenkezője Anna kiváló van. tudós, Igen. mondjuk el, most a New Yorki Egyetemen professzor és egy világszínvonalú nyelvész, de hát mindig egy rámenős, energikus, hangos, nagyon kicsi asszony az Anna, és valahogy Annál hát feltűnőbb a viselkedése. És két napja tartotta a székfoglalóját, mint Tényleg? tiszteleti tag a Magyar, tudom, a magyar Tudományos ugyan, Akadémián. Ugyan. Ugyan. Folytatom az idézetet. Hozzám intézett szavait, mint mindig, s mint azóta is, írásban vagy élőszóban, a következő kép kezdte. Ó, Marianna! Majd folytatta. Van itt egy srác, állati okos, majd hogy nem zseni, de tényleg. Ösztudományos érdek, hogy az intézetbe kerüljön, mégpedig azonnal. Ha nem kerül ide, botrán csinálom. Támogatsz, ó, Marianna! Nem, folytatom most Mar a Bakró Nagy Mariannával, nem mintha a támogatásom sokat számított volna, de azért hogy ne támogattam volna. Már akkor is nagyon szerettük, ha Annus Botrán csinált. Aztán nem sokkal később a boldog emlékezetű 13-as szobában megpillantottam egy erőteljesen dörmögő torzomborzot, Egyszer, amikor leborotválta a szakállát, átmenetileg nagyon megutáltam, és akkor valaki mondta, hogy ő a Kálmán László. Idők múltán kénytelen voltam belátni, hogy Anna nem tévedett. De botrány azért lett. Á. Idézett vége. <há> igen, igen, igen. Végül ugye Anna tényleg olyan alaposan ajánlotta, és olyan intenzíven dolgozott ezen, hogy oda vették állásba, ugye? Akár Így állászom. van, elég sokára, de hát ezt, ehhez tudni kell, hogy a, a, a pártállamban, ahogy a mai időkben sem, nem esnek a fejünkre a, az állások a fiatal tehetséges kutatóknak, zárt személyi gazdálkodás volt, tehát mindent meg kellett tenni, hogy valahogy oda kössük, akkor még nem voltak pályázatok, tehát ő a Filmtudományi Intézetben helyezkedett el, és ott archivált, dokumentált, könyvtároskodott, ha jól emlékszem. Igen, Majd igen. nagyjából tíz évvel később került, véglegesített állásba, sok Anyáv, múlva, tudom, Kapcsolódott, de akkor került állásba, és azóta is ott van, és nagyon szeretett ott lenni. Nem Itt... egészen, bocsánat, igen. fejez be. Nem. Nem egészen igaz, hogy azóta is ott van, mert ő tette egy kitérőt. Hiszen Kálmán László valóban mindig nagyon tehetséges, nem is tudom, a matematikus, vagy logikus, vagy szimbolikus gondolkodású ember volt, ami tőlem egy picit azért távolált. Tehát ő ránézett egy képletre, és egyszer csak négyzegy, szigma, hopp, itt van egy hiba, mondta például. Ez a mínusz, ez hogy kerül ide? Nekem órákba tellett volna, amíg szépen végigpörgetem, és ki? Tehát ő, ő nagyon gyorsan ezeket átlátta, és volt egy ilyen jó matematikai gondolkodása. Hiszen ugye nem minden fiatal nyelvész üldögélt a takinak az éjszakai számítógépes laboratóriumába, te voltál egyikük. Amikor ugye te. Hát ugye Kenese István a vendégem, és én, Ádás Ádám, mi évfolyamtársak voltunk, és István akkor emlékszem, hogy felvette a bölcsészkaron belül a matematikai nyelvészet elnevezésű szakot, ami aztán hát tulajdonképp elméleti nyelvészetre változott, de akkor még ez a szó, hogy matematikai nyelvészet, ez a mi fülünkbe hát elég félelmetesen csengett, és úgy elgondolkodtam, hogy ilyen fiatal ember, és akkor ezzel foglalkozik. Kálmánra visszatérve. Igen, tehát a, a Kálmán egy mindenoldalú tehetség volt. Visszatérve a gimnáziumi éveire, Fotaki Pali elmesélte, hogy az ő akkori kollégája, a Rácz Mihály fizikatanár, a Akivel beszélgetett Kálmán halála után is elmesélte neki, hogy az alatt az 50 év alatt, amíg ő fizikát tanított, a Kálmán a rendkívül kevés igazi fizika tehetségek közé tartozott. Ja Kálmánból akármi lehetett volna, és ő ezt többször elmesélte, hogy ő a matematikát imádta neki a matematika szórakozás volt, mert ott nem kell, nincs lexikális tudás. Ránézel valamire, a képletre, hogy te mondtad ránézel a képletre, és azonnal tudod, hogy Igen, miről van szó, Igen, és a nyelvészethez is, a nyelvészetnek ez az oldala is vonzotta őt, hogy ez egy analitikus tehetséget kíván. Na most sok ilyen embert ismertem egyébként a nyelvészet környékéről is, akik bárhol megállták volna a helyüket, de ők ezt szerették csinálni, és, és Ilyet is ismertem, aki elment valahova, hogy úgy, úgy nevezzük az iparba, ez legyen bank, ügyvéd, akármi, unta magát. Mert a kihívás, amit Igen. egy tudományos kutatás jelent, az egészen más jellegű, mint bénázni, dolgozni, robotolni Igen. egy cégnél, bármekkora pillanatnyi kihívás lehet, és a Kálmánt is két év után ez hozta vissza a nyelvészetbe. Megint csak nehéz volt újra állást találni neki, akkor már én voltam az igazgató, tehát kellett pár évet várni, amíg mindenfajta szerződések után vissza lehető tenni az ő álláshelyére, mert az ő álláshelyét más valaki betöltötte. Hát, hát nem maradt üres hát, állás, bil, bil, álláshely. Azt mond meg nekem, hogy hova ment ő el tulajdonképpen, mert azért nem akár hova ment el, az, imádott, mindmaker. az imádott nyelvtudomány Intézetből. Kétszer ment el, de másodjára a mind, Mindmakerhez ment. Mi el. az a Mindmaker? Mindmaker egy ilyen számítógépes fejlesztő cég volt, a, ahova az ő tehetsége kiválóan kiválóan működött. a tehetsége. Ugye akkor ez egy csúcs, szuper így van, újdonság így van. volt. Az előző cége viszont, amire nem, aminek nem emlékszem nevére, úgy tudom, bedőlt. Aha, Tehát ami korábban. Jó, hát volt, ezek újonnan indultak. Igen, ugye ezek, ma úgy igen. mondanánk, hogy ezek ilyen startupok voltak, ugye? Újonnan alapított. De biztos vagyok benne, nem miatt a dödbe? Nem, nem. Nyilvánvalóan nem valami pénzügyi ügyetlenség miatt, vagy ilyesmi. Tehát ő azt gondolta, ugye, hogy szép, -szép a nyelvészet, de igazán alkotni valami hasító éket a. A számítógépes alkalmazásba lehet, tulajdonképp mesterséges intelligencia, ilyesmi vonzotta őt akkor. Akkoriban igen, mindig erről beszélt, ez a, az ő konstrukciós nyelvtana is erről szól, de a, rögtön meg kell jegyeznem, hogy Kálmán óriási tudományos karriert futhatott volna be, és én opponense voltam az ő 1989-es kandidátusi disszertációjának és hát én azt hittem, hogy egy zsenit látok itt magam előtt ebben a munkában, és ezt le is írtam, ha nem is ilyen ezekkel a szavakkal, de egy, egy, egy nagy tehetséget látok, akik, akinek egy nagy pálya áll előtte. A Kálmán azonban nem ezt választotta. Azt hiszem, ő szándékosan letett arról, hogy egy nagy nemzetközi karriert fusson be, hanem ő arra tette föl az életét, hogy a magyar iskolát, a, magyar, a, nyelvről való gondolkodást megváltoztassa az emberekben, és ebben sajnos nem voltak olyan sikerei. Annak ellenére, hogy ennek a műsornak, aminek ha Ádámot nem győzi meg senki, az utolsó adásában ülünk. Így van. Óriási közönsége van, és én nagyon sajnálnám, ha ennek vége lenne. Majd mások csinálják. Ezzel együtt a Kálmánnak azok a tervei, hogy az iskolai nyelvtanoktatást megváltoztassa, ezek sajnos kudarccal végződtek. Különböző okok miatt, nem azért, mert az a csapat, amit összeszedett, vagy a, 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 az, a, az a munka, amit belefektetett, az hiába való volt. Én magam is érzek bizonyos felelősséget, ha gondolod erre, visszatérhetünk, hiszen nem vagyok büntelen. Én sem, mint a Nyelvtudományi Intézet igazgatója. Egy nagyon kemény, több nagyon kemény vitát folytattunk Kálmánnal, hogy feladata -e a nyelvtudományi intézetnek az anyanyelvi nevelésnek a, igen, a, a, igen. a, a művelése, és az a, a, a iskolai magyar nyelvtanoktatásnak a, a tankönyvcsomagjának a kidolgozása, igen, igen. és ebben sajnos nem tudtunk egyet érteni, Hogy értse a rádióhallgató is, ez olyasféle kérdés, mintha mondjuk a szívgyógyászati klinika professzora azt kérdezné, hogy feladata-e a szívgyógyászati klinikának, a tömegsport támogatása, hiszen végül is persze, hát egy, ugye egy kardiológus szívgyógyásznak fontos volna, hogy az emberek mozogjanak, fussanak, stb. de hát közben meg mégse az a dolga, mert nem azért van, azzal tessék másoknak foglalkozni. Ugye ez volt, ilyesféle volt a Vitád, mint nyelvtudományi intézet igazgatónak, Kálmánnal, mint közoktatás apostolának, vagy hogy mondjam. Arról van szó, hogy egy humán tudományos kutatóintézetet eh, duplán eh, eh, dupla olyan nehéz eh, teljesítenie a természettudományos intézetekkel szemben, mert sokszor el sem ismerik, hogy azok a dolgok, amiket mi kutatunk, azok valós dolgok, hiszen többségük nem matematizálható, hogy visszatérjünk És pénzre ez. nehezen váltható. És az, amikor nézik a tevékenységét egy intézetnek, akkor azt nézik, hogy hány külföldi, hány jelentős külföldi publikáció van. Bizony. Igen. Így méri a világ. Igen. És sajnos csomaggal nem lehet külföldi publikációt teljesíteni. Igen. Igen. De nem akarom magamat menteni, mert ezt a konfliktust mi lejátszottuk egymással és azért jobban maradtunk utána. Igen, igen. igen. Kálmánnal nagyon jól lehetett veszekedni vitatkozni, Ó, igen. mert nagyon tisztességesen vitatkozott mindig. A másikat meghallgatta, ellentmondott neki, ellent lehet neki, lehetett neki mondani, és utána maradt minden a régiben, a, a személyes kapcsolat maradt a régiben. Világos, tehát ő nagyon nem keverte össze az ellenfél és az ellenség fogalmait, és ezt ő pontosan tudta. Tisztelt hallgatók, a szószátyár záró műsorát hallgatják, amelyet hát a, a nemrég elhunyt Kálmán László emlékének szentelünk. Én Nádasdi Ádám vagyok, beszélgető társam itt a stúdióban, Kenesei István professzor, aki hát Kálmánnak kollégája és egy időben főnöke is volt. Azt akarom mondani, hogy elmondtad István, és igaz, hogy Kálmán szerette a matematikát, és a nyelvészeten belül is ezt a képletesebb, elvontabb, matematikusabb típusú nyelvészetet. Közben mégiscsak imádta az adatokat, a lexikális tudást, ugye mi nyelvészek lexikális tudásnak nevezünk mindent, ami nem következik logikailag semmiből. Tehát például a lexikális tudás az, hogy a magyarban a többes számot K Betűvel jelöljük, ez lexikális tudás, mert éppenséggel lehetne egy másik betűvel is jelölni, de hát így alakult a magyar nyelv sors, hogy alma-almák K-val jelöljük. Tehát ő imádta az ilyeneket, hogy az ember azt kérdezte, hogy a a világ legnagyobb gyémántját hogy hívják? Hát azt mondja, a kohinor. És mondom, tudod, milyen nyelven van ez? Hát persze, azt mondja, perzsául. És mondom, tudod, hogy mit jelent ez? Hát persze, mondja ő, hát a mai perzsa kiejtéssel kuhenúr, és azt jelenti, hogy a fényből való hegy. Tehát azt mondja, hát ugye, kuhasz, az hegy, az i. kötőelem, a Núr, megjegyzem, mondja, az az arabból származik a fénynek a neve, hát az iszlám vallás miatt. Tehát ezt a gyémántot, mert annyira fényesen ragyog, hát a fényhegynek hívják. Na most érted? De, Tehát a... de ez, ez tudod, hogy melyik vonala a lacinak? Ez az a vonala, amit az előbb is pedzegettem, hogy őt ö, ö, ugyan érdekelte a tudomány, de nem erre tette föl az életét, hanem a tanításra. Ez igaz. Ő igen. egy született tanár volt. Igen. Tehát ezekkel, igen. Igen. ezekkel a kis csillogó kis adatokkal annyi embert csábított el, oh, igen. 500 500 főnek tartott nagy előadást Igen. az egyetemen, Igen. a Igen. járvány alatt is, online, a betegsége alatt is. Az utolsó, mielőtt a kórházba került volna, még megtartotta online. Ebben a fél évben? Ebben a fél évben hát, ne, megtartotta hogy online ne. Az És Ugye, amit hát, a, 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 mi tanárok úgy szoktuk nevezni, hogy anekdotikus színesítés. Ahogy a jó történelem tanár azt mondja, hogy egyébként tudják, hogy ez a császár állítólag a sajtot mindennél jobban szerette. Ugye, hát ilyes, még ezt most csak kitaláltam. Úgy ezek ellenek is ebbe ő valóban jó volt. Csak azt akarom mondani, hogy volt benne valóban egyfajta régi módi szeretete az adatoknak, tényleg, mint a régi természetbúvárok, akiknek növénygyűjteménye is volt, meg lepkegyűjteménye is volt, és azon nagyon tudott örvendezni, hogy, hogy ő katalánul is azért persze tudott, mert hát miért ne tudott volna. Igen, mert félelmetes agyveleje volt, igen, ezt, igen, ezt igen, tudjuk, igen, és igen, nagyon igen, vigyázott igen. is rá. Na most azért az igaz azt azért mondjuk el, hogy ö, volt azért abban valami, hogy szétaprózta magát, vagy, vagy túl, túl sok apró szeletre vágta magát. A végig gondoltam és belenéztem a, az ő bibliográfiájába, a publikációs jegyzékébe, Alig volt területe a nyelvészetnek, amin ő ne publikált volna. Már pedig az azért veszélyes. Ez is veszélyes, de most hadd idézzek egy másikat a tanári mi voltáról, ezt Rebrus Péter közölte ugyanabban a viccnek rovadban. Róvadban. Hányban? 2005-ben. 2005 2005 Rebrus akkor már a nyelvtudományi intézet munkatársa volt. Igen. Ma megbecsült tudós. Igen, jelentős tudós, fonológus, morfológus, elmélet tanár is. És, és azt meséli el, hogy. Ugye ő fiatalabb Kálmánnál. Fiatal, jó, vagy fiatalabb Kálmánnál, és matematikát végzett. Igen. Tehát ő matematika szakosként lett nyelvész. Nem az egyetlen a nyelvészetben egyetlen. Hát a mesterünk Kiefer Ferenc Kiefer. professzor. Ferenc Matfiz Ugye szakos. Igen, igen. 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 itt ezen Vagy mondjuk a ma élő leghíresebb nyelvész, Noam Chomsky. Noam Chomsky. Ő is matematikát végzett. Jól mondom? Te pontosan nem tudom. Szerintem, Sőt, hát igen. mi azt még, 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 mindig ismerem Jó, szerencsén. jó, úgy értem, hogy találkoztál vele. <laughs> igen, 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 igen. De szerintem matekot végzett a Csomszki. Ja, mindegy. Black. Igen, igen. Nem tudok nem mondani, nagyon én, most nem jut eszembe. Nem is, is nagyon Azt tudom, elvettem. hogy a Harris ez azért, a Harris ez azért, azért miért ment el, de hogy mit végzett? Szerintem a Philadelphia azért. Egyetemre járt. Igen. Tehát, Tehát idézem. Amikor először láttam, ez a legendás 13-as szobában volt, a Szentháromság utcában. Zárójel, a személyi igazolványt a portásnak le kellett adni, zárójel zárva. Jé, jé. Erre én sem emlékszem. Te voltál az igazgató, nem, nem, nem. Nem. nem, ott nem, ott nem, ott nem, ott nem, ott nem. Ott még én gyerek Jó. voltam. Arra emlékszem, hogy egy szakállas felfokozottan vitatkozott egy másik nagyon okossal, Herr professzor Prószéki volt, azt hiszem. A táblán képletek voltak, és ők görög-latin-angol szavakat mormoltak, összesúgva. Ebből egy szót sem értettem. Harmadéves matematikusként ez, főleg a képletek, igencsak bosszantott. Azt hiszem, hogy akkor határoztam el, hogy nyelvész leszek. De jó. Még egy, hagyd folytassam. Amikor először volt a tanárom, ugye Kálmán Lászlóról van szó, ez már az elméleti nyelvészet szak féllegális idejében volt a nulladik évfolyamon. A Pesti Barnabás utca, ez a mai piarista köz. Igen, igen, ahol az Elte Így volt. Padlás szobájában volt az óra, a szünetekben az ablakon keresztül ki lehetett ugrani a lapos tetőre. A mester, Kálmán László, nem lineáris fonológiát tanított, azt hiszem akkor még hit benne, és senki, én legalábbis biztosan nem értettük, hogy mi ez az izéb. Jajjaj. Aztán a harmadik vagy negyedik óra elején azt mondta, hogy vegyünk elő papírt, és meglepetés röbdogát iratott. Ha jól emlékszem, egy kérdésre se tudtam válaszolni. Egészen biztosan akkor dölt el, hogy fonológus lesz. Na <laughs> Igen, igen, hát jó, a kihívás. A, a, a Kálmán, aki még a, a nulla, nullás dolgozattal is meg tudja nyerni, nagyon jó, Na, nagyon jó. Ez egy Igen. nagyon jó Igen. Mene. Az azonban tény, tehát, hogy ő, hát nem is tudom, azt kell gondolom, valóban, hogy szétaprózta magát, vagy hát, hogy túl Hát túl sok, Istenem, hát a, a tudományos karriereknek a klasszikus típusához képes, túl sokféle dolgot csinált, ahhoz mondjuk, hogy ő a Magyar Tudományos Akadémia tagja lehessen. Hát nem lett, mert de, nem volt egy olyan vágány, amin olyan teljesítményt nyújtott volna, amiért ez jár. De nem csak ezért, azért is, mert uh, ő egy született anarchista volt. Ezt így több szálon tudnám feltegetni, ez már a gimnáziumi, és gimnázium éveiben is megmutatkozott. Egy pillanatra álljunk, hogy nyelvészek vagyunk, Igen. és ugye az anarchista szót egy pillanatra boncoljuk föl, mert azért a legtöbb ember számára ez azt jelenti, hogy egy ártalmas figura, aki mindent szétrúg, földgyújt, lerombol. Azért ugye nézzük meg a görög eredetét, ugye a arché tulajdonképp hát a, a régiséget, a stabilitást és az uralmat jelenti, ugye monarchia például, monarchia, egyeduralom, tehát hogy egy uralkodó van, az anarchia pedig ugye a fosztóképzővel azt jelenti, hogy hát uralomtalanság és az az anarchista az, aki arra törekszik, hogy senki ne uralkodjon senkin. Most egy másik kérdés az, hogy sokan azt gondolják, hogy ez szükségképpen káoszhoz, zűrzavarhoz és nagyon nagy bajokhoz vezet. Ez, ez, ez már aztán hitvallás kérdése, de tény, hogy azért az anarchizmusnak mindig volt egy nagyon nemes vetülete. A protestantizmussal is kapcsolata van, hiszen az is tagad. És részben még most is tagadja a nagyon központosított hierarchiát, ugye, a, mint a katolikus, hogy Rómából mondják meg, hogy a Balaton lelei az most mit csináljon. Ő, ugye azért a, a, a reformázis, pláne a baptista, meg metodista, meg mit tudom, ezeket lehet ismétlen most a szónak a leg méltóságosabb értelmében anarchistáknak nevezni, hogy ne legyen nagy központi hatalom. Visszaadom a szót Kenesé Istvánnak. És a Kálmán pontosan ilyen volt, nem bírta elviselni a, a, a főnököket. Nem bírta elviselni, hogy neki megmondják, hogy mi legyen, vagy bárki bárkinek hatalmi szóval megmondjon dolgokat. Egész életében küzdött ez ellen, ennek egy másik vonala az ő, ő a kisebbségek iránti preferenciája, amire szintén szeretnék alkalmazni. Kedves klubrádió hallgatók, ezt egy olyan ember mondja, Könese István, aki a főnöke volt neki éveken keresztül. Tehát, ahogy az angol mondja, he knows what he's talking about. Ő tudja, hogy miről beszél. ...nek. Hiszen összetűzéseink között ez is szerepelt számos alkalommal. De most visszatérve arra, hogy miért is nem lett ő, miért nem futott ő be egy nagy tudományos eh, mondjam, stallumokban mérhető karriert, azért, mert ő tiltakozott ezen az egész rendszer ellen. Egy kandidátusét, ami a belépője volt a tudományos kutatásba, azt még hajlandó volt eh, eh, leírni, beadni, végigmenni a procedúrán, mást. Nem volt hajlandó. Engem. Bármikor lehetett volna a, a publikációi, a tehetsége, a munkássága alapján az Akadémia doktora, mint De. mondtam, egy De. nagy tudományos pályára e, látszott alkalmasnak, nem Engem. ezt választotta. Nem, nem. 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 nem ezt választotta, az... sőt, <coughs> annyira nem, hogy magát az Akadémiát is, mint az Akadémia, intézetének Egyik intézetének kutatója az akadémiát élesen bírálta. Emlékszem arra az esetre, amikor megjelent egy cikke egy sajtótermékben az akadémia ellen, engem, mint igazgatót nem sokkal később, amúgy is jelentést, a jelentésünk megbeszélésére behívtak. És akkor egyenesen nekem szegezték a kérdést, hogy miért tartom még azt a Kálmán Lászlót ott az intézetben. Igen, igen, igen. Így működik. Így működik, és ez már nem igen. a pártállam volt, kérem. Nem, igen, 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 jó, persze. Jó, hát ugye megint, hogy mondjam, a, a, a protestánsok jutnak eszembe, ugye Luther Márton, aki katolikus pap volt, és elkezdte élesen bírálni a pápát és az egyházat. Hát, ki is rúgták persze, kétségtelen, csak De, hát aztán ő befutott azért egy karrier. Szóval azért Kálmán nem lett remete, mert egy igazi, egy igazi született anarchista az nem fogad el semmit. Ő bizonyos fokig elfogadta, sőt, mint korábban is mondtam, ő szeretett az intézetben lenni. Az intézet az egy jó intellektuális környezet volt számára, ahol hasonszörűekkel vitatkozhatott. Persze, meg hát jó, anarchista, nem, nem anarchista, azért megtartotta a négy embert. ember, nek az eltén a bevezetés a nyelvtudományba előadás, majd azokat tisztességgel levizsgáztatta, teremfelügyeletet szervezett, javító szervezett, beírta a jegyeket, és így tovább. Tehát de tette ő a dolgát. És a másik, ami, ami ahol az anarchizmusnak az ellenkezője mutatkozik meg, az iskolai magyar tanítás, nyelvtan tanítás iránti szeretete. Hát ott meg mint egy, mint egy virágkertész úgy bibelődött, ugye az ő ágyásaival, hogy így mondjam, és locsolgatta, és igyekezett azt, azt segíteni. Igen, de ez is következett az ő alapvetően anarchista felfogásából, hogy nem mi mondjuk meg a gyerekeknek, hogy mi van a nyelvben, mert azt a gyerekek maguk ki tudják találni. És annak nál jobb nincsen, mint ha magadtól jössz rá. Ebbe igazad van, csak hát igen, csak a tanároknak ez megterhelő, mert nekik nehezebb azon akkor végig menni, mint hogy egy bizonyos tananyagot hát leadjanak, az is igaz talán, hogy Kálmán nem, nem, volt ilyen értelemben diplomata, mert egyáltalán nem volt diplomata, nem csak ilyen értelemben, semmilyen értelemben nem volt diplomata, mert például egy ilyen tanügyi reformot, hát tulajdonképpen fölülről kell kezdeni, hiába minden, tehát lehet kísérletet elvégezni a nem tudom, hanyadik kerületi iskolába is, arról be lehet számolni. De valójában a minisztériummal kell kezdeni, és onnan csorgatni lefelé, úgy, hogy a végén szegény iskoláknak kötelező legyen ezt a reformtananyagot bevezetni. Hát ez évszázadok óta így működik. Ez így is működött az egyetlen általam átélt sikeres reformban, amit a 72-ben indított el egy határozat úgy, ahogy mondod, Igen. felülről lefelé, ahol is a, végül is az irodalomtankönyvek azok sikeresek lettek. Igazad van. A nyelv, a magyar nyelvtan az nem lett sikeres, Igen. bár nagy elánnal mi éppen a nyelvtudományi intézetben elindultunk, Ténylen. de zárójelben megjegyzem, senkinek nem volt fizetett állása e tekintetben, tehát ez mind mellékes volt. Én egyébként Szegedi, Tanárként igen. Uh, de szerelemből csináltuk. Szerelemből csináltuk. Igen. Szerelemből igen. csináltuk, igen. és igen, nem, igen. mint tudományos igen, kutatás igen. része, igen. de befulladt ez is, igen. mert a rendszer tehetetlensége igen. túl nagy volt. Nagyon ahhoz, érdekes. Igen, igen. Ez, ez, ezen érdekes, azért nyelvészeti műsor vagyunk, akármennyire is hát a gyász és az emlékezés hozott ide minket, de azért mondjuk el, hogy milyen érdekes, hogy irodalomból 1972-ben ez a reform sikeres volt, talán emlékeznek sokan a hallgatóink, akkor jöttek olyan tankönyvek, például, hogy az elsős tankönyv az a Rilke-nek, az archaikus Apolló Torzó című versének elemzésével kezdődött, nem, nem, a legrégebbi irodalommal, és az elsős könyvben volt a Bibliáról egy komoly fejezet, ami addig ugye a kommunizmus alatt nem létezett, a Bibliáról, mint irodalmi műről, hát persze van, hát magyar órán vagyunk, nem hittan órán vagyunk, de nem más írta ezt a fejezetet, mint Ritók Zsigmond, aki ókori irodalom professzor volt, de mindenki tudta róla, hogy egy igazán hívő református ember. Viszont azt az irodalom tankönyvcsomagot olyan jelentős és jól beágyazott személyiségek támogatták, mint Szabolcsi Miklós, Klanicai Tibor, Igen. tehát a, a szakmának a nagyjai támogatták, Igen. nem volt igazán ellenzéke. Igen. A, Igen. a magyar nyelvtancsomagot. Ilyenek nem támogatták, hiszen még a nyelvtudományi intézetben is csak egy kis mag volt a Szépe György vezetésével, aki ezen dolgozott, Igen. és nem volt Igen. intézményes támogatottsága. Még valamit akartam mondani, ne felejtsd szavadat, hogy nagyon sok magyar tanárnak, ez mind a mai napig így van, az irodalom a szívügye. Azt érdekesebb tanítani, kétségtelenül az a, a gifjúsággal egy más viszonyt tud létesíteni, amely hát éltet és életben tart egy magyar tanár pályájának hosszú éveink keresztül hogy most a Rómeóról, ezt gondolják a gyerekek tíz év múlva, azt gondolják a gyerekek, a Józsi így gondolja, a Mari meg amúgy gondolja. A nyelvtanál hát ezt sokkal kevésbé érezték, pedig lehet, lehet gondolkodtatni, de az egy kicsit már olyan, mint a matekóra, azért ne felejtsük el, hogy gyerekek vajon ezt, hogy tudnánk ezt, a, ezt az egyenletet, szóval érted, és akkor egy gyerek azt mondja, hogy szorozzuk meg mindkét oldalát négyel ugye ilyesféle. Vagyis azt akarom mondani, hogy az a reform, amikor a Ritók Zsigmond féle biblia fejezetbe lekerült, stb., az valószínűleg a magyar tanárok nagy részének örömteli egyetértésevel találkozott, hogy na végre. Ugyanakkor nem értették, hogy a nyelvészek mit akarnak, miért nem jó az. Ő megtanult, hogy nyolcféle határozó van, és húzzuk alá különböző színes szeruzákkal a mondatrészeket akkor nem is volt egy olyan uh, iskolai, magyar tanári támogató tömeg e mögött, mint amilyen az irodalom mögött volt. Igen. Igen. Uh, hiszen Igen. Igen. végül is mi is kiszorultunk, de visszatérve Lacira és Laci vágyaira, ő ezt tekintette mintának. Tehát ő ezt egy fontos kísérletnek tartotta is, és azzal, azzal jött hozzám, hogy mi miért nem tudjuk ezt megcsinálni, amit ti akkor meg tudtatok csinálni. De nagyon jól látod, Ádám, hogy egyrészt felülről jött, másrészt, másrészt volt egy, egy nagy közeg, ami szívesen hát, fogott. Alulról is Így ő van. találkozott. Így van. Így van. És annyiban nem térünk el a, a laci való emlékezéstől, hogy abban a beszélgetésben, amit pár hónappal ezelőtt mi ketten másfél éve volt már az a pár hónap, amikor a Laci Itt a stúdióban, van, itt, itt a stúdióban illetve ott az akkori stúdióban ö, ö, folytattunk. Akkor, ő, akkor azzal álltunk föl, hogy majd visszatérünk a nyelvtan tanítás ügyeire egy későbbi alkalommal, hát mert ez őt mélyen érdekelte, és valószínűleg erről is kérdezett volna engem, amit most elmeséltem. Igen, igen, igen. Ez igen. laci mélyen érdekelte, tehát az ő színes, sok oldalú személyiségébe, aminek bizonyos részeit még meg se említettük, például az ő politikai aktivitását. az ő, az ő, az ő kutyá, kutya szerető lelkét. igen, igen, igen. Két kutyája is volt. Igen, mert egy fiatalabbat szereztek. Mert azt valahogy befogadták talán a menhelyről, vagy, valami ilyesmi. Igen, De, de az is annyira jellemző, hogy a kókusz, a, az a kutya, akit én is jól ismertem, az egy terápiás kutya volt. Tehát ő ezzel is jót akart tenni az embereknek, visszajárt a kutyás közösségbe, Igaz. ő tagja volt ennek a igen. nagy kutyás közösségnek, igen. oszlopos tagja volt, külön emlékeznek rá. Kutya iskolába is, kutya is járatta. Kutya iskolába, így van. Igen, igen, így igen. Van. A fiam például a kutyán keresztül ismerte meg. Mert... Na Istenem, igen. Valóban a, 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 politikai szelepvállalásának talán egy igazán ugye látványos mozanatát említsük meg, amikor a Fidesz sok évvel ezelőtt népszavazást kezdeményezett. 2007 volt az évben. Úgy van. A, a ugye a tandíj visszacsinálásáról és a vizidíj visszacsinálásáról, amiket a szocialista kormányzat vezetett be. Ezzel sokan nem értettünk egyet, hogy vissza akarják csinálni, mert azt gondoltuk sokan, hogy igenis legyen felsőoktatási tandíj, legyen vizitdíj, az más kérdés, hogy a rászorulóknak persze el kell engedni, meg hát ösztöndíjakat kell, meg mentességet, meg minden, de alapból legyen. És akkor ő ugye ellen népszavazási Kérdéseket adott be, nagyon szellemesen és jól, és azok meglepően nagy, hát hogy mondjam hullámokat vertek akkoriba, és talán csak az utolsó pillanatban kaszálta el a nem tudom milyen vagy valami, de sok szó volt róla, és az is megtörtént. Talán nem baj, de azért disznóság, hogy egy Fideszes megtudta az ő személyazonossága. Tehát, hogy Kálmán László a beadó, és nyilvánosságra hozta. Holott ez szigorúan tilos, de hát ezt az illetőt nem vonták felelősségre, mert addigra már, már nem. Hát igen. És ami ezzel járt, vagyis, hogy fölkeresték őt a lakásán a különböző médiáknak a a alkalmazottai ráadásul Igen. fenyegető leveleket kaptak, halálos fenyegetéseket is kaptak Igen. ennek révén. Jó, a médiát azt angyali türelemmel elviselte, meg, hát ahogy az... minden diákját, aki föltesz kérdéseket. Kálmánnak nem, Kálmán számára nem voltak hülye kérdések. Igaz. Minden kérdést, minden kérdést megpróbált megválaszolni angyali türelemmel. és A médiát is így fogadta, angyali türelemmel fogadta Igen. őket. Hát ezeket a fenyegetéseket bírta egy kicsit nehezebben elviselni. Közkézen forog egy tankönyve, melynek címe Bevezetés a nyelvtudományba, kollégájával Trón Viktorral együtt írta, és egy másik, amit hát szerénységemmel együtt írt, az pedig három percesek a nyelvről, ez a címe. Valójában nem, nem a helyes kifejezőt, hogy együtt írtuk, hanem hát fej-fej mellett, mert ez egy rádió műsor volt, ahol hát már nem is tudom, egyszer vagy kétszer vagy háromszor, valóban három perces kis műsorocskák voltak mindig valamilyen érdekes nyelvi kérdésről, hol ő, hol én mondtuk, és ezek megjelentek ebben a kötetben, három percesek a nyelvről. Hát Látod, én még azt gondoltam, hogy ó Istenem, mit tudunk majd mi annyit beszélni Kálmán Lászlóról, de hát annyira színes és sokoldalú ember volt, annyira, annyira ott, ott volt mindenbe és mindenütt. Én nekem tényleg az az emlékem van, a, nekem a, leg, a legfontosabb emlékem, hogy milyen rettenetes gyorsan vágott az agya. Tehát, mint egy, mint egy mint a kínai hóhérről szóló vicc, tudod, aki olyan gyorsan csapja le a fejedet, hogy észre se veszi az elítélt. És kérdezi, tehát a kínai hóhér azt mondja, hogy és csak áll tovább az elítélt, és azt kérdezi, hogy na mi lesz, és azt mondja a kínai hóhér, na jó, most biccencsen csak és akkor ugye ő bicent egyet, és leesik a feje, mert valójában ő keresztül vágta a nagyon éles pengéjével. Tehát ilyen volt az agya. Tehát az a fajta, ami, aki, aki az intelligencia tesztet hamarabb csinálja meg, mint bárki, mert hamarabb jön rá, hogy a nyolcadik képet hogy kell megfordítani úgy, hogy az első héttel egyformán. Tehát ez a nagyon, hogy mondjam, szinte, szinte testi, intelligencia. Tehát ahogy vannak emberek, akik testileg nagyon erősek, ő neki testileg volt az agya roppant erős. És ezt ki is tudta fejezni. Igen. Az a hang, igen. Ami, ami itt fölcsendül, bár egy basszus hang volt, igen, igen. ami ebben a rádióban is megszólalt, a megfogalmazás tisztá, tisztasága Hát ő elment. Igen. De még egyet hát hadd mondjak a, az utolsó évéről. Pár évvel ezelőtt készült egy, egy köszöntőkötet, ketten voltak 60 évesek, a sokszor említett Kornai András és Kálmán László. Ez a kötet internetes kötetként volt eredetileg, de most nyáron elkészült egy nyomtatott változata, és július 15-én egy kis ünnepség keretében a Nyelvszudományi Intézetben, ahol mind a ketten megjelentek, át, át, tudtuk adni. Igen, igen. Mi mindannyian, akik ott voltunk, te is ott Laci, voltál. Laci még áldám. akkor egész jó Tégesen, volt. Igen, igen, nagyon reménykedtünk, igen. hogy ez a betegség, hát, ez, 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 nem lesz ilyen hát. végzetes. De ez az öröm, ebben az örömben így ez a közösség részesült, és van mire emlékeznünk. Kedves hallgatók, az utolsó szószártyát hallgatták, amelyben Kálmán Lászlóra emlékeztünk. Vendégem volt Kenesei István nyelvész. Ezzel én elbúcsúzom, Nádasdi Ádám voltam.